Idén Litvánia fővárosában Vilniusban rendezték meg a Shin Kyokushin Karate Európa bajnokságot, amelyre népes magyar csapat utazott ki. A delegációval kint volt Csihán Furkó Kálmán 8. danos mester, a magyar Kyokushin alapítója is, aki az ECO és a VKO Karate Világszervezet övvizsga bizottságának tagja. A versenyt megtisztelte jelenlétével a japán delegáció, élén Shihan Kenji Midori 8-danos mesterrel, a VKO szervezet elnökével, valamint Yuji Shimamoto karate világbajnokkal. Itt rendezték az Európai Szervezet vezetőség választó közgyűlését, ahol 4 évre ismét Kun Schaarenberget választották elnöknek. A 2 napos versenyen megosztva voltak a férfi és női kategóriák küzdelmei, számos látványos bemutatóval fűszerezve. A kontinens vetélkedő kiváló szakmai sikerekkel zárult. Felnőtt férfi és női kategóriában a fiatal magyar válogatott összesen 6 érmet és számos 5. helyezést szerzett. Forma gyakorlat kategóriában, szoros mezőnyben Gránic Bence, a soproni kamikáze ese versenyzője, valamint a nyíregyházi ezüstcsikó eséből Berencsi Tímea az 5. helyen zártak. A győztesek nőknél a belga Andriessen, a férfiaknál az ukrán Kovalchuk lett. Gratulálok! ban Dezső Kata, a Fehérvár Karate Akadémia versenyzője szoros mezőnyben a 3. helyen zárt. 60 kilóban Bán Lili Castrum SC kemény küzdelmet követően felállhatott a dobogó 3. fokára. Szintén 60 kg-ban Mező Lili a jakuzák eséből kiváló küzdelmekkel az Európa-bajnokot is megszorítva bronzérmes lett. Plusz 65 kg-ban Tóth Csenge a Harcosok klubjából kemény meccseken keresztül tette le névjegyét a felnőttek közé 3. helyezésével. A fiúknál 75 kg-ban Fekete Farkas Móra Viktoriból szintén szoros mezőnyben szép bronzérmet hozott haza. Plusz 95 kg-ban Dávid András a Perettyó Budó eséből igazi gigászok között harcolta ki magának a 3. helyezést. A világklasszis versenyzők közül a férfiaknál 85 kg-ban Valeri Dimitrov, plusz 95 kg-ban Maciej Mazur nyerte az EB-t, míg a nőknél 60 kg-ban Inga Miskite, 65 kg-ban Ivanka Deleva nyerte a versenyt. Őket láthatjuk majd a novemberi tókiói világbajnokságon is, valószínűleg a legjobbak között. A tókiói VB kvalifikációs versenyén kemény mezőnyben kiélezett küzdelmeket követően összesen 6 magyar bronzérem és több 5. helyezés született. A mieink ismét letették névjegyüket. Mára köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!